Sziasztok! Ott folytatom az egészet, amiről idáig beszéltem, hogy ugye meséltem már az előző két előző életemről. Cseperedtem, nem is tudom hány éves körül lehettem, 4-5 éves, vagy talán 6, és elkezdtem beszélgetni a belső hangommal. Már tudtam azt, hogy az utolsó életeimben nem tudtam átmenni a túloldalra. És mindig kérdeztem, miért van az, hogy az egyik testből csak átmegyek a másikba, és én miért nem tudok úgy meghalni, mint egy másik normális ember? Miért nem tudok én is kiszállni a testemből, és elmenni a felső világokba, mint más, és pihenni? Miért? Aztán egyszer csak a felső, vagy valamilyen hang, ami belül van, ki tudja, elkezdett hozzám beszélni. És tulajdonképpen, hogy elkezdett hozzám beszélni, azért ez nem teljesen így volt, elkezdett beszélni. Ez tény. De a lényeg az egész dolognak az, hogy azt kezdték el magyarázni, hogy nem tudok elmenni innen, erről a szintről addig, amíg nem tudok visszajutni a szeretetbe. Ugyanis, amikor meghalunk, akkor két helyre tudunk kilépni. Amikor a szívünkön keresztül lépünk ki a fizikai testünkből, akkor kerülünk föl a negyedik dimenziós felágakba, mit tudom én, negyedik dimenzió harmadik felág, negyedik dimenzió hetedik felág, a negyedik dimenzió az a szív. És akkor kerülünk át abba a végtelen szeretetbe, amiről olyan sok ember a halál közeli élményein keresztül beszélni szokott, hogy mindig gyönyörű zenét hallanak, hogy egyszerűen nem kell csinálni semmit, csak szeretetben vannak. Egyszerűen az a energia elfogadja, és azt érzik, hogy ők oda tartoznak, és nem is értik, hogy hogyan élhettek itt addig. Ez a szívhez tartozik. Ez a szívnek a feltétel nélküli szeretet energiája. Sok ember nem a szívén keresztül hagyja el a fizikai dimenziót, hanem a fején keresztül, az elmén keresztül. Az elme, ahogy mondtam, a tűz, a vörös tűz. És amikor ezen keresztül tudunk eltávozni, akkor jutunk a föld mélyebb rétegeire, amit pokolnak is szoktak hívni, asztrális szint, egy nagyon alacsony létezési szint, ahol az emberek szenvednek. Purgatórium, mind-mind az elméhez tartozik. A jobb és a bal agyféltekéhez, ami tulajdonképpen valamikor ezt helyezték ránk, ezt a mesterséges elmét, úgy, mint karantént. Biztos sokan hallottatok arról, hogy a földre karantént helyeztek. És semmi más nem jelent, mint az, hogy minket bezártak a fejünkbe. Ennyi a karantén. Tehát nem tudunk kijutni magasabb dimenziókba a harmadik szemünkön keresztül se, mert maga ez a mesterséges elme 23,5 fokban így el van dőlve, pont úgy, mint a földnek a tengelye volt valamikor 23,5 fokra dőlve, benne van a király koronának is a dőlésszöge, és ez bólogat innen, ide, innen. Szóval bólogat össze-vissza, de nem forog. Eredetileg a korona csakra az mindig forog, és állandóan ki lehet belőle menni, meg vissza lehet jönni, de ezt helyezték rá az emberiségre, mit tudom én, hány ezer évvel ezelőtt, lehet, hogy 13 ezer, nem tudom pontosan, azért, hogy ne tudjuk elhagyni a Földet. És miért ne tudjuk elhagyni a Földet? Azért, mert itt a Földön olyan emberek vannak, én is többek között, akik mondhatjuk úgy, hogy háborús bűnösök. De hát, hogy az előző életeinkben, meg korábban mindig a háborúban hittünk, az erőszakban, és azért még, mit tudom én, hány ezer évvel ezelőtt, amikor a sumérok ide érkeztek, és a sumérok voltak a Földnek a spirituális vezetői, és ők voltak a királya is, akkor is harc.
harcba keveredtek. Az Úr népe az két nép, az angyalok meg a tündérek. Aztán a tündériek a turániak, az angyalok meg a sémi népek, de ők is összevesztek. Az Úr népe is összevesztett, aki tulajdonképpen Isten képviseli ezen a szinten, és Isten törvényeit kellett betartaniuk és betartatniuk. És összevesztek, és atomháborúba keveredtek. És a több mint valószínű, hogy az a luciferi arkangyali rend volt az, aki ezt az egészet végül is megállította, és mivel büntetésbe kerültünk, ezért ránk helyeztek egy karantént, ami az elme. És a karanténnal együtt a lucifereknek átadták a rendelkezésjogot felettünk, azért, hogy felejtessenek el mindent velünk, és addig-addig menjünk, addig-addig egyzen minket ez az alacsony szintű tűz, ami ki nem égeti belőlünk, amíg át nem égetődünk azzal a tapasztalattal, hogy az erőszak csak erőszakot tud generálni. A félelem csak félelmet, a szomorúság csak szomorúságot, és amíg egyszer föl nem fedezzük magunktól a szívünket újból, ahol minden egy, mi is együtt vagyunk a szeretettel, és amíg magunktól vissza nem találunk oda. Mert amikor visszatalálunk oda, akkor mindenki nyílik. Tudom, ez egy nehéz tétel, és ezt senki sem szereti hallani. De én is így kerültem ide a földre, meg kell mondani. Én is háborús bűnös vagyok. Évmilliók óta létezem kint az univerzumban, és a luciferi arkangyali renddel évmilliókon keresztül öltük egymást. Ezért volt az, hogy ide a földre megcsinálták ezt a fajta lelki evolúciót, vagy ezt a fajta iskolát, mert ez igazán egy iskola. És tulajdonképpen a legnehezebbre állították be. Legnehezebb iskolának lehet mondani. Azért, mert itt erőszak színén minden szabad, mindent lehet. És mondom, ezért kaptuk meg mi magunk ezt a karantént, ezt az elmét. Köszönöm!